Sziasztok, én Körházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: fegyelem nélkül az álmok csak ábrándok lesznek. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve, mint itt látod, ingyenes előadást tartok, méghozzá hogyan indulj az első ingatlan befektetéseddel címmel április 3-án szombaton a YouTube csatornámon. Csak egy kattintás, és már ott is lehetsz. Ez nagyon-nagyon fontos, ez a fegyelem, ugyanis a legtöbb emberről sajnos ez hiányzik, tehát ha belegondoltok, hogy bombáznak minket reggeltől estig, hogy így vásárolj, vegyél fel hitelt, aztán majd azt törleszted, és sajnos azért bukik ebben még a hitel törlesztésbe is bele nagyon sok ember, mert nincs meg az önfegyelem. Nem tud, sajnos arra felé megy az egész agymosásunk, átnevelésünk, hogy megszüntetik az önfegyelmet. Vegyél fel hitelt, élj most jobban, élj a válnak, hú, milyen szuper lesz. És a legkisebb önfegyelmet is tulajdonképpen kiirtják belőlünk, és ez ott lesz probléma, hogy amikor nem tudod fizetni a hitelt, és ez sok esetben azért nem, mert vagy a tudásod hiányzik, lehet nyilván egy családi tragédia is, de én azt mondom, 80%-ban megfelelő fegyelem hiányzik ebből. És ugyanez a helyzet, amikor neked álmaid vannak, tehát rengeteg barátom volt, aki fiatalon együtt indultunk, ő diszkós akar lenni, tök jó diszkókat tartott, most meg valahol gályázik, mondjuk 3 műszakban. Tehát valahogy az álmokhoz egy picit több kell, hogy azok az álmok megvalósuljanak. Úgyhogy gondolom, láttátok a Bakancslista című filmet, ha nem, esetleg nézzétek meg, mert ott is az van, hogy igen, volt egy bakancslista, gyerünk, akkor csináljuk, végig nézzük meg. Illetve, tehát hogy az álmainkért éljünk. Igaz, hogy ők ezt szinte az utolsó stádiumra tették ezeket az álmokat, de mégiscsak volt miért élniük, ha más nem, legalább az életük végén. Viszont neked nem kell, hogy te az életed végén éld az álmaidat. Én nyilván az ingatlanokat is azért is kezdtem el, hogy szabad legyek. Tehát szabadon dönthessek, választhassak, mikor megyek nyaralni, kivel beszélgetek, kivel találkozok. Oké, tehát egy ilyen függetlenséget akartam. Most nem csak az anyagi függetlenségről beszélek, hanem az, hogy az álmomat, ha megvalósítom, akkor az ténylegesen szabaddá válik az ember. És ne csak ábrándozzunk, mert hát ugye ülünk matek órán, ahogy én is szoktam régen, és akkor ábrándozik az ember. De az ábrándok általában ugye nem nagyon valósulnak, meg nagyon sokat kell tenni érte, és nagyon erős, mondjuk, hogy fegyelem kell. Ugye én szoktam ezt mesélni nektek, most is elmondom hamar így érintőlegesen, hogy itt az első könyvemet, amit itt látsz mellettem, azt úgy írtam, hogy ugye hírleveleket írtam minden reggel, akkor se tudtam, mi az, hogy időzítés, meg hasonlók. Reggel 7-kor minden reggel felkeltem, nem szoktam egyébként akkor. Minden reggel felkeltem, írtam egy valahány sort, amennyit éppen ki tudtam sajtolni magamból, mert ugye írni sem tudtam. És ebből a végén lett egy közel 300 oldalas könyv. Tehát ha belegondolsz, ez egyfajta fegyelem. És ha belegondolsz abba is, hogy nem olyan őrült nagy. Tehát ezen 10-15 percet szántam erre történetre, tehát nem volt ez több idő, nem egy egész napos ilyen, hogy hú, most akkor mit írjak, most egy újabb begépelem. Ez egy pár mondat volt, ha valaki követett, vagy esetleg visszanézi, mert fönt van egyébként a Facebookon mind máig. Tehát, hogy tulajdonképpen 4-5 mondat, 10 mondat, tehát nem egy olyan őrült nagy dolgokra kell gondolni. Időben is egy 10-15 perc volt, tehát ott sem kell nagy dolgokra gondolni, de fegyelem az viszont megvolt. Volt egy erős, határozott célom, hogy én a tudásomból visszaadjak nektek, és ezért én hajlandó voltam tenni, és ilyen keveset kell neked is tenni, és már kiemelkedsz a nagy-nagy tömegből. Csak gondolj bele, jó? Úgyhogy az, hogy én adni akarok nektek a tudásomból, tehát egy jó lehetőség nekem arra, hogy így április 3-án szombaton YouTube csatornámon kapsz egy egyórás ízelítőt, úgyhogy gyere, meg fogod tudni, hogy hogyan indulj az első ingatlan befektetéseddel, és egy kattintás, és legyél ott. Szia!